Na gyere, keresünk szép dallamokat ebből a könyvből, jó, papám? Tim, Tom, Tallári, nézd csak, hogy milyen szép a borítója. Sanyi bácsi írta ezt a könyvet. Illetve ő válogatta bele a dallamokat. Vele már találkoztunk. Találkoztál már vele, megláttad, és akkorát mosolyogtál, hogy ekkorát még Sanyi bácsira soha senki nem mosolygott. Az biztos. Na nézd csak. Csíha. Na hát, na hát. Jó, hogy mit szólnál ahhoz a dalhoz, hogy cicus, macus, fogd meg az egeret, meg is fogtam, megcsókoltam, karom alá szorítottam. Cicus, macus, fogd meg az egeret. Legyen ez, jó? Eljátsszuk! Cicus, macus, fogd meg az egeret, meg is fogtam, megcsókoltam, karom alá szorítottam. Cicus, macus, fogd meg az egeret. Édesem, az a baj, hogy leesett az okni, igen. Mindjárt visszavesszük az okni. Nem fog fázni a lábikod. Sziasztok! Ha új év, akkor új kötet, ahogy ezt már Balogh Sanyitól megszokhattuk. Az elmúlt évben ezen dolgoztunk együtt. Az én dicső feladatom az volt, hogy bevigyem ezeket a bogyókákat a gépbe. Tim Tom Talári! 170 magyar gyermekdal tartalmaz a kötet, ami fantasztikus. Azért tanárként, amikor kezdő hangszereseket tanítunk, előfordul, hogy a Csigabigát már 2623-adjára tanítjuk, és ne adj Isten, megunjuk. Ilyenkor van mihez nyúlnunk, 1500 dallamból válogattak is annyi a legjobbakat, mégpedig úgy, hogy le vannak jegyezve citerára, népi furujára, hegedűre, de használhatják persze tekerősök, és klasszikus zenészek is, nem ördögtől való néha népdalokat lejátszani a hangszeren, és fantasztikus, ahogy el vannak rendezve, hangkészlet szerint, tehát először csak a két hangot tartalmazó dallamok, aztán bejön a harmadik hang is, negyedik hang is, és ahogy a hangokat tanuljuk meg szépen sorba a hangszeren, úgy mindegyik hanghoz találunk egy újabb dallamot, úgyhogy egészen jól hasznosítható. Tényleg a könyv ilyen még talán nem is volt soha. Ja, na hát ez mi? Nem lusta volt Sanyi, hogy beleírja ide a kitöltse ezeket a vonalakat, hanem hogyha esetleg az adott tanár nem találja a diákjának a megfelelő kottát, akkor saját maga beírhatja oda az üres vonalakra a bogyókákat. Esetleg, hogyha valaki otthon pohár muzsikára vetemedne, nem tudom, ki csinálna ilyet, akkor az is elszórakoztathatja magát a kötetben talált dallamokkal. Használjátok egészséggel!